történt itt? Ez egy olyan tábor, ahol együtt vannak magyarok Amerikából, Kanadából, Dél-Amerikából, Ausztráliából, Európából, aztán a Kárpát-medencében közelebbről, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Erdély és az anyaország. Ezek olyan távoli helyek, hogy lenyűgözi az embert már a gondolat, hogy mindenhonnan magyarok itt most Fillmore-ban együtt cserkészkednek, együtt élték végig ezt a tábort, és ugyanaz a tapasztalat köti össze őket. Tehát felfedezhettük azt a közösséget, a magyarságunkat együtt élhettük meg, ami egy világméretű közösség, hiszen valóban nincs még egy olyan hely, ahol a magyarság így össze tud gyűlni és együtt tud lenni. Felfedezhettük tehát ezt a nagy magyar közösséget, a saját közösségünket, azt a történelmet, azt a gazdagságot, amelyet az őseink tapasztalatán át láthatunk, és végigélhettük azokat az értékeket is, amelyeket ők megéltek, amelyeket őket vezették, és amelyek most a miéink. Elforgatja a karika gyűrűjét, sajnálja a régi szeretőjét. Amit tettem, ellenedre babám rosszat cselekedt. Ácsi te! Legyenek szívesek minket befogadni, mert mi se fogunk érte adósak maradni. Itt áll vőlegényünk, véle jött nász népe, hogy az úr házába rendben elkísérje, mert e házba van az ő gyönyörűsége, illő tisztelettel eljöttünk hát érte. Úgy, hogy a kedves menyasszonyt adják hát ki nekünk, hogy a nagy templomba eljöhessen velünk. Siessünk hát, szeretteim, tegyük meg az utat, mert az óra is már kellő időt mutat. Ne adjuk ránk várni a plébános urat! Adják azt a menyasszony! Attól félek, káron leszik fáradozásom, hozzad már az igazi menyasszony pajtát! De ezt már szerethetéd! Szerelmednek tüzét, vele enyítheted, napjaidat vígan, mint holtig töltheted. Szépségedben magad gyönyörködtetheted. No. Megfelel a menyasszony? Jó lesz ez a menyasszony neked? Igen. No, akkor kedves vendégek, a nagy örömhíre megkérnék mindenkit, hogy fáradjon ki a rétre, és elbúcsúztatjuk a menyasszonyt a szüleitől. Menyasszony búcsúzik édes szüleitől, az ő kedves felnevelőitől. Szólna, de nem tud, látom a bús arcáról, úgyhogy elmondom, mit elméje gondol. Először is, apám, szóm hozzád fordítom, búcsúzó beszédem te hozzád indítom. Áldjon meg az Isten, szívemből kívánom, és ezzel bevégzem tőled búcsúzásom, azt most töled meg. Csak azért az egyért könyörgök te neked, tartsd meg irántomba mindig szereteted. Légy szerető anya, bár nem leszek veled, áldja meg az Isten minden lépésedet, öleljétek meg egymást. Szabadon jöttél ide, hogy házasságot kös? Igen. Anna, te is szabadon jöttél, hogy házasságot kös? Igen. Tamás, ígéred-e, hogy mindig, amikor hisztizni fog, akkor nyugalommal el fogod viselni feleségedet? Igen. Kedves Anna, megígéred-e, hogy minden nap ellenőrizni fogod, hogy megmostalja a fogát, a férjed? Igen. Kedves Tamás, ígéred-e, hogy Rákóczihoz és a cserkészethez, spárodhoz mindig hű leszel? Igen. Kedves Anna, fogadod-e, hogy a jelvényeket mindig felvarod a párod öltözetére? Behúztak a csőbe? Ez az áldás se nem árt és se nem használt. Kérem, hogy induljunk a nagy rétre párosával szépen, de hogy ott se okozzunk gondot, tüzetesen nézzük meg, hogy megnyomtuk-e a telefonunkon a csöndesítő gombot, mert mégis milyen lenne, hogyha a meghittség percében a cserkész induló szólna a háttér. Kedves vendégek, az ifjú pár mögé sorakozva, lassan induljunk el a nagy rétre.
Thank you.